függje, hanem minőségtől. Mert mondhatom azt, hogy a gravitációs törvénybe írjuk be, hogy a tehetetlen tömeget, természetesen, de hogyha a gravitációs állandó függ a anyagi minőségtől, akkor effektíve a más anyagra más elő fog hatni itt. Ez a G, ez ugye nem ugyanannyi, akkor a G nem lesz ugyanannyi az anyagi, így fogalmazzuk meg. Ha formányosan kiemelem ebből az egyenletből a tehetetlen tömeget. Tehát a mérésnek az igazi pontos megfogalmazása, amit elvégzett, az, hogy vizsgálta, hogy a gravitációs állandó függje az anyagi mérést. Jó? Igazából egyébként nem tudott vizsgálni. És amit kapott, az, hogy rettentően nem függ. Tehát egy 10⁻⁸-os pontosságot kimert jelenteni, hogy ez ilyen pontossággal nem függ tőle. Tehát azt csinálta, hogy különböző anyagi minőségű golyókat ugyanakkor a súlyos tömegük volt, tehát egy kicsit kiegyenlítette vele, még tudom én, rész arany a másik oldalon, de egész ilyen parafin, meg mindenféle anyagokat kipróbált természetesen, hogy ezzel mi van, és azokat egyszerűen fölcserélte, és megnézte, hogy mi, mekkora elfordulás mérhető, és egy gyakorlatilag nem tudott komolyabban elfordulást kimutatni, és akkor ebből vissza a pontosságot megbecsülve, hogy mekkora, milyen érdekes a berendezése, és így tovább mondta azt, hogy ki tudjuk jelenteni, hogy 10⁻⁸-on nagy pontosággal a gravitációs állandó az nem függ az anyagi minőségtől. Úgy tessék elképzelni, hogy 1100 évvel ezelőtt végezte ezt a kísérletet, kicsit több mint 100 évvel ezelőtt. Ma mindenféle elektronika, meg minden, mérünk piti erőket, meg minden, de hát elektronika van. 100 évvel ezelőtt nem volt elektronika. A másik, ami könnyíti a mi helyzetünket, hogy egy tükörrel mérjük az elfordulást, hát, az és megjelenik a tükröt egy lézerrel. Lézer sem volt, és így tovább. Tehát ez egy borzalmas nagy munkát igénylő petidiós mérés volt. Még egy szerencséje volt Ötvös Zoránnak, ami kicsit ilyen jobb a dolog, elmesélem, az pedig az, ugye, hogy ő épített saját magának egy épületet, meg én is tanultam abban az épületben, a múzeum körúton, az úgynevezett híres D épület, azóta angol tanszék benne, mi onnan kiköltöztünk, és ennek a pintéjében ő ott is lakott, így, nagyjából a saját maga által épített épületnek egy kis szárnyával, persze volt másik lakása is arra azért, de gyakorlatilag ott lakott, és ennek a pincében állította össze ezt a berendezést. Ami szerencséje volt, hogy nem volt villamos. És ez azért kellett, mert amikor behozták a villamost, akkor ő az eszközével, ha egy villamos elment a múzeum körúton, azt megmérte. Minden tovább nélkül, hogy amikor behozták, csak azért mondom, hogy milyen volt az érzékenysége a kapitációs erejét megmérte a villamos. Hogy ezt mutatja a mérésnek az érzékenységét, azért mondom, hogy amikor megjött a villamos, hogy éjszaka nem járt a villamos, akkor át kellett állniuk az éjszakai vizsgálatokra. Tehát ez mutatja a dolgok pontosságát. Még egy szóli tartozik, amit az utóbbi időben megint újabb sajtónyilvánosságot kapott, pedig az történt, hogy ilyen 80-as évek elején megkeresett a fizikai intézetet egy amerikai kutató. Azt mondta, hogy ő szeretné megkapni Ötvös Loránd mérési jegyzőkönyveit. Mert az Ötvös analízisiből valami úgy mondogatott, hogy a 9. jegyben mintha lenne valami szisztematikus eltérés. És akkor ez a, azt hiszem, hogy Fischernek hívták, nem esetett meg, de valami elfasoló neve volt, nevezeti úri ember azt kérte, hogy ő szerinte még van egy 5. erő, ugye 4 erő van, amit tudunk, gravitációs, elektromágneses, gyenge és erős kölcsönhatásnak az ereje, de hogy lehet, hogy van egy 5. erő, és ő azt gondolja, hogy esetleg az Ötvös méréseiben a 9. jegyben mutatott szisztematikus eltérés az ennek a bizonyítéka. A
aztán nem lett az egészből semmi, csak mutatja, hogy milyen pontos, hogy utána, 50-es halála után még 60 vagy 70 évvel valakinek eszébe jut, hogy azokat esetleg érdemes elővenni, azokat a méréseket, mert olyan nagy gonddal is egy pontosággal voltak elvégezve. Mert ezek azért az 50-es évek, ezeket az 50-es években egy megpróbálták megismételni az 5-ös kísérletet, addig már sokkal jobban rendelkezés állt az elektronika, és akkor azért mondtak, hogy rá tudtak még egy-egyet húzni a pontosságra, és kb. Manapság is itt tartunk. Tehát a dolga, és aztán ugye az egésznek a jelentőségét az általános előadás elmélet adta meg, mert ha ez nem lenne igaz, ez lenne egy súlyos tömegnek az ekvivalencia, akkor értelmetlen lenne az általános előadás elmélet. Ennek egy nagyon kőkemény kísérleti bizonyíték. Ha ez a két tömeg nem lenne egyszerűsíteni, akkor egész kontentív, amit általános előadás elméletnek nevezünk, az értelmetlen. Tehát ezért is nagyon fontos. Na most, az 5-ös Lorenz azért nagyon sok minden mást is csinált, és akkor ha már itt tartunk, arra is mondanék néhány dolgot. Igazából még két másik kísérletét szeretném röviden ismertetni. Az egyik, hogy ő nagyon érdekelte a gravitáció, a Föld gravitációs terének a pontos kimérése, úgy is mondhatnám, hogy a gravitációs gyorsulásnak a pontos hely szerinti meghatározása. Most ez milyennek a jelentősége? Ennek az a jelentősége, kérem szépen, hogy van az 1/R négyzetes erő, az egy tökéletesen tömör gömb, gömbgyümetrikus sűrűséget osztás esetén érvényes megoldás, mint hogy azt megbeszéljük. De mi van, ha itt van valahol a Föld alatt egy lyuk? Ugye? Akkor, ha a Föld alatt van egy lyuk, akkor ott nem kicsit más lesz, mint ami ebből kijönne. Úgyhogy az ötlet az, hogy a Föld alá be lehet nézni azzal, hogy ott mik vannak, milyen sűrűségeloszlás van, hogyha nagyon-nagyon pontosan kimérjük a gravitációs térerőségnek a változását, és megnézzük, hogy ez mennyire térerető a gömbgyümetrikus megoldástól. Most ezzel ő elkezdett foglalkozni, és ennek olyan nagy jelentősége lett hirtelen, inkább egy két évtizeddel később, hogy ahol lyuk van, abban hol a nyoma általában. Úgyhogy az nagyon sokáig, meg az 50-es években is az olaj kutatásnak, ugye lyukat fúrni, ami kijön az olaj, az viszont drága, tehát sokkal, hogy mi van ott alattunk egyáltalán, főleg elég mélyen kell elfúrni, az egy próbafúrás már csak akkor végzik, hogyha van esély arra, hogy itt valamit lehet találni. Úgyhogy ennek egy, az ő általa mindjárt mondom, mi volt az eszköz, kifejlesztett eszköz, ami azért valami módon hasonlít ehhez, az alkalmas volt arra, hogy a gravitációs tér inhomogeniteásának a megméréséhez, ezeket az eszközt lehessen használni. Mellesleg még a 21. században is hirtelen egy apropója lesz ennek a dolognak, hogy mi a tájékozódáshoz a GPS-eket használunk. És hát amit mi használunk GPS-t, az mondjuk 1-2 méter pontosággal meg tudja mondani, hogy hol vagyunk. És amikor el akarunk azt találni, akkor ez majdnem mindegy, hogy most a járdán megyünk a kocsival, vagy az út közepén. Tehát ez a pontoság. Amúgy az offszer rátasz minket az útra, mert nem tudjam pontosan. Na de vannak már célik is, amire a GPS-eket használják, amit tudom én, oszlop, amin Ládent le akarják lőni egy idével. Tehát ugye van, azt akartam mondani, van katonai alkalmazása egy GPS-nek is értelemszerűen, ahol a méternél nagyobb pontosságra van szükség. A GPS az úgy működik, hogy megy három darab, vagy esetleg több is műhold, és azokból kibocsájtanak jeleket, és annak a futási idő különbségéből tudjuk mérni, hogy hol vagyunk egész pontosan. És ezzel kijön a méter pontosság. Na de, ha a méter alá akarunk menni, akkor el kell számítani az, hogy ezek a műholdak nem teljesen gömbszimmel 1/R négyzetes térben mozognak, hanem egy kicsit másképp. Akkor kéne tudni azt, hogy hogyan változik a Földnek a gravitációs tere, és hogy mennyire térerőtlen a gömbszimmel, és ezt el kell számítani. Úgyhogy akkor megint csak a Föld gravitációs terének a pontos feltérképezése az nagyon fontos lehet azért, hogy a katonai műholdakban, tehát a katonai célokra használt GPS-nél a figyelembe lehessen venni. Mi volt az ötlet, amivel ő megmérte a inhomogenitásokat, az is elég egyszerű. Ennek az eszköznek egy módosított formáját használjuk úgy, hogy az egyik
egyiket, kicsit lelógattuk. És akkor nagyon lett a történet, hogy itt meg itt nem ugyanannyi a gravitációs térerősség, meg az iránya, most már lehetően is újjött meg az egyforma, akkor erre egy forgatónyomaték fog hatni. És akkor csak annyi történt, hogy ő különböző képen ezeket elhelyezve, ugye 5 darab független mérés kell végezni, mert 5 darab független komponense van az erő deriváltjának, hogy amit ezt tud mérni, az ugye 9 komponens, de vannak megszorítások, mert a divergenciájának a bevitesztős térdivergenciája, ezt nem tudja mérni, hogy akkor bocsánat. Tehát bizony, mondjuk úgy mondom, hogy konzervatívnak kell lennie, hát sokkal ugyanazt jelenti, azoknak kell lennie. Tehát szumára, hogy ezt átdúlva az emberek, akkor hogy 5 független komponens lehet mérni az erőváltozására. Azért különböző helyzetekben ügyesen elhelyezve kiszámítható, hogy hogyan változik a gravitációs térerősség a magassággal, illetve a helyjel, és ilyen módon nagyon precíziós gravitációs térméréseket lehet elvégezni. Ő különben Ötvös Loránd egy nagy kiránduló volt, itt nagy hegymászó csúcsai voltak, meg ilyesmi. Úgyhogy nem volt neki idegen, hogy a terepen így dolgozzon, úgyhogy a balapai jeglétől kezdve mindenféle ilyen egzotikus méréseket végzett, és próbálta kimérni a gravitációs térérésének az inhomogenitását. Azt lehet mondani igazából véve, hogy ennek a következtében, abban az időben nem volt ismert fogalom, de hát mondjuk, hogy geofizikusnak hívnánk máma. Tehát az első geofizikus, és Ötvös Loránd volt nagyjából, foglalkozott még a Föld mágneses terével is, azok érdekelték. Azon kívül foglalkozott még a felületi feszültséggel, meg ilyesmikkel is, aztán most nem akarom beszélni, ezt túl ennek az előadásnak a keretein. És akkor még egy kísérlet van hát, amit szeretnék elmondani. Ugye múltkor elmondtam azoknak a Foucault-ingát. Azonban mi a szép, tényleg tök jó ötlet, tehát nem akarok ma egy pillanatra se lebecsülni, tehát a Foucault-ingát ahhoz, hogy a Föld forog, azért egy óraig kellett itt néznünk, hogy mire meggyőződően látjuk, hogy tényleg ledönti ezeket a bábukat, hatalmas apparátus igénye, hosszú, inga, stb. Ugye direkt jó, hogyha médiában vagyunk kapcsolatban, de az egy egyéb szempontból sokkal szélszerűbb lenne valami másik megoldást alkalmazni arra vonatkozólag, hogy tényleg érdemlően bizonyítjuk, hogy a Föld az forog. Na, hogy lehet ezt hitelt érdemlően bizonyítani? Hát ez úgy lehet kéne szépen hitelt érdemlően bizonyítani. Nagyon egyszerűen fogom fel a dolgot, hogy itt vagyunk a forgóföldön, a tengelye, és a egyszerűség kedvéért legyünk az egyenlítő, és akkor az egyenlítőn helyezzünk el egy ingát. Az ingát úgy kell érteni, itt van, mindjárt megmutatom, két nagy tömeg, így itt látjuk, ami így tud billegni. És ezt ki lehet alatálni, nem akarom. Ez az eredeti eszköznek a másolata, ez amit itt látunk, de mindjárt filmen is be fogjuk mutatni, hogy működik, csak szeretném elmagyarázni, hogy mi történik először. Tehát ez így tud billegni egy tengely mentén. És mi történik, hogyha nagyon primitíven akarunk fogalmazni, akkor ha ez a Föld a forog erre, és ezt az egész tücsüt elkezdem még én forgatni, akkor ennek a fölsőnek a sebessége, szögsebessége az nagyobb lesz, mint az omega, az alsónak a szögsebessége az kisebb lesz, mint az omega, és ebből következőleg rájuk egy különböző nagyságrendű elő fog hatni, mert valójában ez igazából véve nem ez az elő, hanem ez a korélő elő, csak úgy is megfogalmazhatom, akkor, ahogy emlékeznek rá, hogy a sebesség a korélő előben ő neki a tengelyhez mért pillanatnyi omegája szóval a távolsággal adott meg. Tehát lényeg az, hogy ezt elkezdem forgatni, akkor amelyik ebben a pillanatban a forgás irányában mozog, az könnyebb lesz, amelyik meg szembe jön vele, az meg ne. Jó? És ezért ez így megpillen. De utána
ezek felebet cserélnek, ha ez körbe megy. És ha azt úgy csinálom, hogy jó sebességgel forgatom, akkor ennek hatására pont annyi idő az ér el ide a másik oldalára, mint amit át akarnak a billen. Magyarul mit csinálok? Kezdem változtatni, hogy mekkora sebességgel forgatom ezt az egészet, és ha egy ügyes sebességet találok, akkor ez egy nagy amplitúdójú leszkénybe fog jönni. Jó. Miért van? Nem csak azért mesélni, mert nagyon jó van kísérleti. Tényleg ez két másodperc, mert majd mindjárt látjuk a filmet, bekövetkezik. Hanem az, hogy ez, amit már sokszor gondolgattam, hogy egy pici effektus akarok mérni, akkor a legjobb dolog, amit ötletem lehet, az ugye rezonanciát. És itt pont erről van szó, megnézzük, hogy melyik az a jó szögsebesség, amivel egészet forgatjuk, ami eltalálja azt, hogy ez itt lennébe. Csak ezt ki is lehet számolni, természetesen is ebből igazából, hogy ez a mondás ez könnyen analitikusan is számolhat, hogy minek mikor milyen a rezonancia frekvencia, és akkor abból megmérve a rezonancia frekvenciának szögnek az omegáját. Amúgy tiszti fele ki lehet számolni, ha valaki akarja, de ezt nem fogjuk megtenni, hanem megkérjük a Pétert, hogy mutassa be nekünk ezt a filmet. Ez a film ezzel az eszközzel készült. Tessék? Nem ez? Ez egy ilyen, igen. De nagyon régen. Szóval bemutatunk egy filmet, aminek az a saját, hogy tényleg az ötös ingáról szól is, de nem igazán lehet látni semmit belőle. Annyi nehezítés is van, hogy valamiért, nem tudom miért, nem működik a hang. Mert a szokott a hangot, az ki lehet működni. De valamiért a laptopot újra is találta egy kollégám, és valamiért nem működik a hang, és most ez így most derül ki, hogy az oka, elnézést kérek, de... De azért a lényeget fogjuk látni, hogy mindig sötét. De majd mi narrátorként... Igen. Igyekszünk, jó. És szokták ötös effektusnak is nevezni ezt a hát. Vagy ötös mérletnek, igen. Videót megnézzük. És akkor utána... Igen, is lehet hinni ellenséget, meg nem is, de... Igen. A videó alapján szerintem... Mondod, de rontanál, hogy... Mondtad van, nem mondja, szerintem kukrát, nem csak hallgatok. Szóval, ez a... Kicsit vetődéte rá az jó valás. Szóval, itt a földforg, és akkor ezt a kell bemutatni. Na, rád, mert ezt a videószékünkön készült ez a videó, ez a tévébe be lett mutatva, és a Juhász András kollégám, aki a tanulmányokat érintett, és most már nyugdíjban van, hogy itt dolgozik, ő fog szerepelni. És hát ezzel az eszközzel készült, ami nem ugyanaz, mint ami itt van, mert ez még az ötvös Lóránt eredeti kütyüje, és ez itt volt a tanszékünkön sokáig, most meg a Természettudományi Múzeumban van kiállítva ez az eredeti eszköz, és ez itt Juhász tanár úr mutogatja az ötvös Lóránnak ezt a ringáját, ami dédítetett annak idején, hogy ezt megvalósítsa ezt a kísérletet. És hát a lényege, hogy ugye ez egy inga, aminek van egy lengés ideje, és a tetején meg van egy tükör azon a tengelyen. És ha billeg, akkor ugye ez a tükör, ez ha rávilágítunk fényt, és billeg, akkor a fény, amit rá, fölülről rávilágítunk, az ide-oda megy. És akkor Juhász tanár úr, aki azóta tök kopasz már. Én is folyamatosan. Ez a dolog. Szóval, hogy ez így mutatja a szép animációt, hogy lézerrelátot bocsátunk rá. És egy ilyen félig átkeresztő tükörrel, ugye, hogyha forgatjuk, és ha nem leng, akkor egy helyben marad az a pont, amit kivetítünk. Ez remélem világos. Ha meg elkezdene lengeni forgás közben, akkor az a pont, az ernyőn, az valami körpálya, vagy valamilyen módon mozog. És akkor egész a lemezjátszó is megvan itt a lemezjátszó alatt előkészítőben, de ezt be nem lenném hozni ide ezt a elég rossz állapotban. Ez még működik egyébként. Na, szóval. És akkor hát ez a lézernyalál most, mivel nincs elég pontosan beállítva a kísérlet, ezért most nem egy helyben van ez a lézernyalál, ez is lehet látni a jelenséget. Ezt nem mondja el a szöveg. Ha én mondanám, akkor ez nem dönnék ide, ennek ugye egy helyben kéne állni ennek a pontnak, ha jól lenne beállítva a kísérlet. Világos? Mert ugye nagyon lassan forgatjuk, nem lehet az inga, akkor egy tengerben van az egész, nem mozog a pont. Ha lengésbe kerülne az inga, akkor elkezdene mozogni ez a pont. És ha elég vízszintes az asztal, és nagyon jó motorral forgatjuk, akkor nem jön lengésbe az inga. Ellenben, majd és akkor most már hát valami, tehát ugye most mi ez a 8-as, vagy amit csinál, ezt nehéz érteni. De nem közben csavarja fel. De a frekvenciát tekeri föl Juhász tanár úr ezen a szép tápegységen. És most ez a képen egyébként jól látszik, hogy egy ilyen ferde izé mentén, mintha egy ilyen ferde síkot csúrolna, hát most már látszik, hogy tetején nem áll egy helyre az inkább.
És az a lényeg, hogy van egy bizonyos frekvencia, amikor hirtelen nagyon nagy köröket kezd el. Majdnem, hogy felhő. Igen, tehát van egy rezonancia frekvencia. Hogyha ott nagyon nagy köröket kezd el csinálni az elmélet, ha meg tovább növeli a frekvenciát, ruháztanárul, akkor ismét lecsökken ennek a rezgésnek az amplitúdója. És látszik is egyébként, hogy a forgási frekvencia, meg a lengés az pont passzol. Akkor áll elő ez a jelenség. És most jó nagy kör csinálom, most ki is zoomolt a kamera, látszik, hogy a pont mérete sokkal kisebb. Ez egy kicsit szerencsétlen lesz, mert egyfajta zoomolás de nem akarom menni, ez tök jó kis videó, meg régen ilyeneket mutatnak a tévében, hogy gyerekeket írjuk a tévében. Meg se született az ispám is talán. És akkor megállítják, és tényleg ugye lengésben is marad az inga a megállítás után is, mert a rezonancia frekvencián a koriói erő belengedte ezt az ingát, és ez így is marad. És látszik, hogy leng az inga, most épp egy ilyen egyet akarom csinálni a képet. Ezt mondjuk értem. Tehát azt akartam csak ezzel a legétel elmondani, igazából azért hoztam előbb a gyöntő során, hogy ez egy nagyon szellemes kísérlet, de mondjuk ez én értemben nem volt újszerű, vagy olyan jelenségek köszönjük fel, amit amúgy is tudtuk, hogy ennek így kell lennie, de nagyon szépen mutatja azt, hogy egy rezonancia kísérlettel gomba van bepöttent a fukó kísérlet. Igen, vagy azt, hogy jobbat is tudok elni, de és akkor erre talált ez ki, ez a kísérlet, de tényleg nagyon szellemes akar mondani, megmondhatja, és akkor olyan értelem, hogy szagúságos is, hogy a pityeket úgy kell mérni, sokkal kérdezik, hogy rezonancia elvek mérni, látjuk azt, amit szeretnénk, és természetesen megmérni a frekvenciákat, abból vissza lehet következtetni a korban levő paraméterekhez. Jó, na, kész. Ezt akartam elmondani nagyjából a jövőző sorrendről, ez a három legfontosabb olyan kísérlete volt, ami ebben az előadáson tartozik. Ugye volt ő még, azt érdemes megidézni, hogy természetesen parlamenti képviselés volt egy nagyon-nagyon rövid ideig. Az azért kellett, mert a felsőházban még kellett egy aristokrata, hogy legyenek a viszonyok, és akkor csak azt akarom mondani, hogy ilyen akkor volt politika. Azért ő volt teljesen elvonatkozott. De mellette a kísérleteit a jó legyen a saját tényéből. És az ötvös kollégiumot ezt meg a Faterial? Igen, ez a magyarul van elnevezve, igen. Az ötvös kollégiumot nem róla van elnevezve, de ő alapította szerintem is az apjáról elnevezte, ha valamit. Nagybácsi is idén volt, nagybácsi is miniszter volt, azt te voltál Ágostonnak hívják rá. Ilyen család volt, aki hallott róla, hogy nagyon nagy hatású kulturális mérdező, hogy kultuszminiszter volt, és volt Ágoston is a 19. század végén. Na, oké, ennyit ötvös Lórándról, és akkor elkezdünk kicsit tovább lépni, és egy új fejezetbe kezdünk. A maradék átfelelő időben. Jó fejtem, ezek kívül 3-4 van hátra, ugye? Igen, jó, több az elég az. Amit szeretnék elbeszélni. Eddig, hogy lényegében egy tömegpontnak a tulajdonságról és annak a mozgásáról foglalkozik. Egy kicsit akkor ezt elkezdtük távítani a múlt alkalommal, azzal, hogy a két test problémával foglalkoztunk. Ugye a két test probléma az olyan, hogy igazából az egy test probléma, csak egy kicsit meg van kavarva ott a dolog. Tehát amint azt a gondolom a iskolai tanár úr exponálta, tehát végében, ha meg tudjuk oldani az egy test problémát, az azt jelenti, hogy valami adott testnek a terében mozog egy másik, akkor meg tudjuk oldani a két test problémát, ami ugye abban különbözik, hogy az egyik problémát egyiket megfogjuk, és az rögzített, és megengedjük, hogy a másik hogy mozog körülötte. A kétes probléma az, amikor mindkettőt elengedjük. Ugye? És akkor kiderül, hogyha kicseréljük a tömeget a redukált tömegre, akkor minden ugyanaz. Tehát az egytes problémát meg lehet oldani, analitikusan akkor a kétes problémát is meg lehet oldani. Most a fizika, mindjárt megmondom magunknak, hogy miről szól.
ha szól az egyes problémákról, most akármiről lehet szólni, akár ha pantomálika vagy ilyesmi, hogy az atommal körül vagy kerül az elektron, meg ilyesmi, hogy egy rugóra van kötve egy elektron, vagy ilyesmi, akkor szól a két problémáról, de ez nem jelent újdonságot, mert még a pantomálikában is az egyiket megdobod, akkor másikat is megdobod a egzaktúr, tehát nem igazán újdonság. Azután mi következhetne, gondolja az ember? Hát a három test probléma. Ugye? Így haladhatnánk előre. De szólni kell erről, a három test probléma már nem keverhető, olyan bonyolult. Három kölcsönható bolygó mozgása, vagy három kölcsönható atomnak a mozgása, az gyakorlatilag néhány nagyon-nagyon speciális véletlen beleástól eltekintve nem keverhető analitikusan, és akkor el tudja mindenki kérdezni, hogy megyünk tovább a négy test problémára, akkor ez még csak tovább bonyolódik. Úgyhogy a fizikának a következő célja, az egy egészen más dolog, az amikor nagyon sok van. Ez ironikusnak hangzik egy első pillanatra, de ha nagyon sok van, és még van valami kis ügyes egyszerűsítő feltételek, akkor arról is fogunk tudni valamit mondani. Mi az, ami az első dolog, amit nagyon sok pontból áll, amivel az ember szokott szembesülni, hát itt van ez a kréta, és ezt a krétát itt elkezdhetem dobálni, ugye? És mi a sajátság ennek a krétának, amíg le nem ejtem, még valami nagyon brutális behajtást nem végzek, addig jó ráad nagy az a közé, hogy a pontjainak a távolsága nem változik meg. Nem változik meg az alatt. Jó, és akkor egy sok pontból áll ez a valami, tehát ezt nem tudjuk azt mondani, hogy ez egy tömegpont lenne, mert látom, hogy forog meg minden. De van lesz egy egyszerűsíti feltétel, nevezetesen az, hogy a pontoknak a távolságát nem engedem megváltozni. Az ilyen testet amúgy merev testnek szokták nevezni. Érted, hogy oknál fogva. Tehát, ha sok pontunk van, és van ez az egyszerűsíti feltétel, akkor látni fogjuk, hogy akkor remény van arra, hogy valamit tudjuk mondani viszonylag egyszerű körülmények. Azután, jó, ebben fogunk még foglalkozni a fél év során, majd először, tehát megnézzünk néhány általános tulajdonságát a sok pontban, ilyen új fogalmat bevezetünk, és levezetünk néhány olyan mennyiséget, ami nagyon szerencsés lesz nekünk, majd látni fogjuk. Azután következik egy olyan fejezet, amit a jövő fél évben fognak vele találkozni, és két párhuzamos szálon fog futni. Az egyiket úgy hívják, hogy termodinamika, és azt az ismerős tanárul folyamoknak megtanítani. Arról az miről szól? Hát az, hogy van egy palacba zárt 24 liter gázunk, amiben van 6×10^23 molekul, és az, amit lehet csinálni. Tehát az a 6×10^23, a kettő utána 6×10^23 következik, ami keverhető. Jó? Aztán, ha megérem, akkor én fogom magam tartani az előadást, amit úgy hívnak, hogy folytonos köregeknek a mechanikája. Az megint arról szól, mert nem érdekel nekem az atomok, se érdekelnek. Jó, csak egy ilyen durva alapján, nekem is az illik a koromhoz, szemüvegen ránézünk a dolog, és nem látjuk a finom részleteket. Ahol a nagyító kell, hogy belenézzünk a finom részletekbe, és akkor erről is lehet valamit mondani. Ilyen-olyan közelítés ennek a természetesen felhasználásával. Ez fogjuk folytonos köregnek a mechanikája. Tehát mindegyik, mind a merevtest mozgása, mind a termodinamika, mind a folyékonyos közegnek a mechanikája azonban az alakul, hogy próbáljunk valamit mondani, általában hát, ha tudunk valamit, látni fogjuk, azért fogunk valamit mondani, hogy sok pont van, azoknak néhány általános tulajdonsága mégis függetlenül attól, hogy éppen hogyan hatnak kölcsön egymástól a pontok, levezethető lesz. Ez fog mindjárt következni. Még szeretnék azért valamit mondani, hogy azért a 21. század egy kicsit különbözik a 20. századtól, meg az előtte levőktől. Mi az a miatt különbözik? Hát van számítógép. És ebből azt következik, hogy ez egy kicsit megváltozott ezt a képet. Mert azért a 3D probléma a számítógéppel még bizonyos jól kezelhető. Még akkor is, hogyha nem csak azért nem tudjuk analitikusan háromtest problémát megoldani, mert bonyolultabbak az egyenletek, hanem a megoldás maga is eszméletlen bonyolult. Sőt, nagyon bonyolult. Azt jelenti, hogy kezelhetetlenül bonyolult is tud lenni a megoldása.
de azért az amitokin cross kezelhető. És akkor vérfemet kapunk, és akkor négyes probléma, és akkor meddig tudunk elmenni? A kérdés ez. De szeretném mondani, hogy azért ma vannak olyan számítógépek, amiben van mondjuk 100 000 processzor. 100 000. Nem tévedés, igen. Amik valahogy együtt működnek. Nem egy magba, de ugye az össze van rakva. 100 000 processzor. Az ilyen gépekkel manapság 1 milliárd ilyen kölcsönadó objektumnak a kollektív mondását egy kis ideig azért lehet követni. Kb. Itt van a vége. Hát ez, ilyen nekünk az erdély, nincs ilyen számítógépünk, el kell menni hozzá Amerikába, hogy kell keresni egy együttműködő partnert, ami nem lehetetlen, és akkor lehet ilyen típusú vizsgálatokba bekapcsolódni manapság, természetesen bárkinek gyakorlatilag, de azt akartam mondani, akkor három szintje van manapság, hogy megítélni szerint a dolgoknak, az egyik az 1-2, ugye, a 6-10 a 23-on, és hát akkor ez a számítógéppel közötte levő 1 milliárd, mondjuk durva. Atom, vagy objektum, most én értem, mindegy nevezőket atomnak, ez is kezelhető, és hát a szép a dologban az, hogy ez az 1 milliárd atom, rézatomot összerakok egy kis kockába, az 200 nanométer lesz a oldala. Ez a 200 nanométer kocka lesz. Ekkor a kockát még én is ki tudok faragni a mínusz. Nem én, mert nem értek oda, de a doktorandusaim a mínusz egyedik szinten. És akkor azt lehet vizsgálni, hogy ilyen értelemben ez nem csak egy fikció lesz, hanem ez a méretskála kísérletileg mi számítógépen egyszerre már nagyjából kezelhető. Tehát egy ízlán most teljesen új dolog. Na de, mi most akkor azonban, amiből nem lehet, nincs kibúvó, akármit is csinálunk, az, hogy a pontrendszereknek van néhány olyan általános törvényszerűsége, aminek mindig teljesülnie kell. Akármi is van. És akkor először ezeket kéne megbeszélni, hogy mit lesz. Jó? És bevezetni ilyen új fogalmat, amelyek fogalmak természetesen nagyon hasznosak lesznek. Azt sokszor mondtam már, hogy olyan fogalmat, amit nem használunk, azért nem kell érdemetlen bevezetni. Mi mindig csak hasznos fogalmakat vezetünk. Mert azok jók valakinek. Ugye? És innen fogalmi fog következni néhány fontos dolog. Na! Hát akkor hogy kell kezdeni? Hát akkor vegyünk nagy n darab tömegpontot, az i-ediknek mi-vel jelölöm a tömegét, a koordinátáját l-i-vel az esetben, l-i-vel jelöljük, és akkor fölírhatjuk az i-ediknek a mozgás egyenletét. Ez hogyan fog kinézni? Hát az úgy fog kezdődni, hogy az mi-szer l-i pont, ezek pontok, akkor a ráható erőkre érvényes a szuperpozíció erre, az azt jelenti, hogy ahány külön-külön, amivel pár kölcsönadnak, azokat össze kell adni egyszerűen. Azonban az ilyedik testreható erőket az két osztályba sorolom. Az egyik, ami kívülről jön, jó? Tehát a másik pedig, ami az n darab tömegpont kölcsönhatásának az eredmény. Akkor FI-vel fogom jelölni azt az erőt, ami kívülről jön. Tehát a pont eltelen kívül. És KIJ-vel fogom jelölni azt az erőt, ilyenek a kis helyet, ilyen látjuk, ami onnan adódik, hogy az I-edik és a J-edik között van valami kölcsönhatás, és természetesen az I-edikre ható erőt, azt úgy tapom, hogy itt a J-re összeg. Jó? És természetesen itt egy picit megkérdezheti valaki, hogy mi van az I egyenlő J esettel, hát azt vagy azt csináljuk, hogy kihagyjuk az összegedésből. És akkor néha szokták úgy írni, hogy jó, akkor azt mondja, hogy a J egyenlő 1-től n-ig, és odaérjük, hogy a J nem egyenlő I, ezért bonyolult. Nem ennyit írogatni, ezért mit így mondhatok, hát magában nem hagyom, hogy ez 2-0. Beveltek hozzának egy nullát. Ugye magának csak működ, hogy bár sikerült magával kölcsönhatni, tehát ez nem, hogy kihúzza magát a sárból, vagy ezt utána szokszor mondta, de ez ugyanaz a történet, magát nem tudja jobb, hogy gyorsítani. Tehát a normális
Úgyhogy itt le is hagyom mindenetet. A továbbiakban úgyis kevés a kréta, úgyhogy az kár lejön, értelemszerűen úgy értjük, hogy magában nincs kölcsönhatás. Na, akkor ezt kész is vasunk. Ha ezeket a konkrét alapját megadtam, akkor mindent tudok. És tényleg, amikor az 1 milliárd atomnak a szimulációját csinálom, akkor kitalálok ezekre valamit. Hogy hogy hatnak kölcsön. És hogy kell kitalálni, ezt nem egyszerű. Mellesleg ezt megmondom. De azért ki lehet valami, hát ügyesen minden megoldásokat találni. Ez könnyebb, ebben a gravitáció cserében van egy elektromágneses térben, stb. Ez könnyű. Ezek az atomok közötti kölcsön, hogy milyen az nem annyira egyszerű. Adott esetben. Na jó. Akkor ezt megoldjuk numerikusan. Megoldhatjuk numerikusan. De másodszor ez is lehet. Az pedig micsoda? Hát összeállom ezt az egyetet még éve is. Elnézzük egy szummát ide végig, ugye? Hogy megkezdődni? A szumma kiegyenlő 1-től n-i, m-i, m-i k-pont. Jó? Egyenlő. Szumma kiegyenlő 1-től n-i, f-i, és ebből meg egy i-re és j-re is való összegedés, ez mindegyik n-től meg k-i. Egyébként nem látjuk, hogy mivel haladtunk előre. Ugye? De! Kezdjük el vizsgálni ezt. Most először elmondom a formát, és aztán elmondom a fizikailag értékét. Jó? K-I-E, az I is egy összegező index, meg a J is egy összegező index. Ugye? Az összegező indítőt olyan betűvel jelölöm, amilyen betűvel szeretném. Úgyhogy most az ötletem támad, hogy a I-t jelöljem J-vel, és a J-t jelöljem I-vel. Nyilván ettől ennek a mennyiségnek az értéke nem fog megváltozni, mert csak egy jelölés. Jó? De szerintem. Azonnal látjuk, hogy a summa I-re, J-re, K, I, J, az persze, hogy megegyenlik, ez semmi, ez matematika. J-I-re a K-J-I-vel. Jó? Na de! Most jön a fizika. Helyétek. Ez pedig az, hogy mi van, hogyha két testet fölcserél. Ha én tekintem az 1-es és a 3-as teszt közötti erőt, meg a 3-as és az 1-es teszt közötti erőt, hát van nekünk egy olyan, hogy Newton harmadik törvénye. Jelenti, hogy a K-I-J-ben az I-t meg a J-t ilyen fölcserére, annak a Newton harmadik törvénye következtében mindig egyszeresére kell látni. Jó, tehát másrésztől, ez meg egyenlő, idejön, hogy Newton 3, de ez már nem matematika, ez kőkemény fizika. Mínusz summa i-re, j-re k i j. Tehát itt látunk, azt látjuk, hogy ez a summa k i j, ez megegyezik a mínusz egyszeresére. Ilyen szám csak egy van. Az a nulla. Jó? Tehát csináltuk egy okra dolgot. Nem közelítőleg húzom le. Ez a nulla. Jó? Jó, de akkor ezt én mondom, hogy formálisan mondtam el. Vagy csak azért mondtam ilyen formálisan, mert a következő lépéshez azt nem is lehet ilyen kelljen elmondani, csak formálisan. Mi ez? Persze. Összeadom az összes erőpárt. Akkor az összegben lesz az 1-esnek a 3-asra való, meg a 3-asnak az 1-esre való kölcsönhatása. Ezek külön-külön így páronként nullát adnak. Ez bonyolítottan itt az életemet, de figyelsen is el lehet így mondani. Ugye?
amit csináltunk, hogy persze a kölcsönhatás következtében. Ha a belső erőket összeadom, mondani, akkor a belső erők összege az nulla kell. Egy érdekes dolgot kaptunk ebből, kérem szépen most, a Newton harmadik törvénye értelmében jó, azt kapjuk, hogy a szumma I egyenlő 1-től N-ig MI RI két pont mennyiség, akármi is ez, majd így ellenem valahogy, az kizárólag a külső erők összegétől úgy idejön. Fog függni. Tehát ezt a mennyiséget, akármi is ez, csak a külső erők tudják mondani. Jó? És akkor mit csinálunk? Hát, már mondjuk kész vagyok. Hát azért ezt úgy is írhatom, hogy kiemelkedő egy derivátor. Ez akkor egyenlő d cseret d d gomba kiegyenlő 1-től n-ig mi vi. Ugye, mert ha egy derivált kiemelek, akkor ott az elvesz, el pont marad a sebességnek. Na de ez mi az ördög? Hát ez az ijedik tejnek az impulzus. Mit írtam fel a táblára? Azt írtam fel a táblára, hogy a rendszer összimpulzusának idő szerinti deriváltja gyártját, csak a külső erők tudják megváltoztatni. Jó? És nem csak, hogy a külső erők tudják megváltoztatni, az az időszerinti összimpulzusának az időszerinti deriváltja, az pont egyenlő a külső erők összegével. Jó? A belső erő az összimpulzus nem tudja megváltozni, kiesett, de mit többet kaptunk? Ha a külső erők összege nulla, akár úgy, hogy nem hat külső erő, akár úgy, hogy kiesnek összesen, valamiért, akkor ettől az impulzus nem tud megváltozni. Jó? Mert akkor a videózatot deriváltja az összimpulzus. Nagyon fontos dolog. Itt van az első pont, akkor, ami az impulzus fogalmának egy súlyosan fontos értelme kap. Ha visszaemlékeznek arra, amikor egy pontról beszélünk, akkor bevezettem az M szervét elnevezett impulzusnak, csak úgy van, hogy egy szerepeljen, és felkapom, hogy ennek az impulzusnak az időszerű deriváltja egyen az erővel, de sokra nem jutottam. Na de itt egy nagyon jó pofa dolgot kapunk, az pedig az, hogy ha ezeket az impulzusokat ott a 6-tól 10-23 molekula gázba dobok, vagy pap, vagy milyen gázba, ezeknek összeadom az impulzusát, ez nem tud megváltozni, hogy nem tudom adok rá külső. Jó? Hát ez jó, hogy így van, nem? Mert kérdez, mi lenne, ha nem így lenne? Hát itt áll az asztalon a paraszt, kikapcsolod a gravitációt, és el kell ugrálni. Jó? Tehát, hogy mit sem hangzik, hát ez van. Ugye? Azt nem mondjuk, hogy nem kopogtatnak a molekulák a falon, de nem tud elkezdeni magától ugrálni. Oké? Okay? Na! Akkor most már bonkodnék, akkor majdnem kész vagyok.
a vérfelvet kapunk, hogy mit csinálunk, még egy derivált kiemel. Jó. Akkor erre én akkor írhatom. DD4-et. Egy kicsit bonyolultan írom le. Már először minden két kérdésben. M4, M3, L3. Semmi két pont, minden két, minden. Ki van a derivált. Jó? És akkor rajzok egy új mennyiséget. Ami már valószínűleg telepelt, de akkor pénzeket, múlt pénzeket, elvedem R0. Ha ezt elosztom az ösztönet. Dimenzió mennyiség lesz. Szumma. I egyenlő 1-4. MI vektor. Elosztva. Szumma. I egyenlő 1-4. MI. És akkor bevezetek egy másik mennyiséget. Ösztömeg. A szumma. MI. És akkor ezt az egyenletet, ezt, egy másik alakba felírhatom. Micsoda? Hát az úgy szó, kérem szépen, hogy az M-szer az L0-nak a két pontja, az egyenlő szumma Fi. Most csak azt jelentik, hogy nevet adjuk ezeknek a mennyiség. Hát a szumma el kis mi, az nagy el az az ösztömeg. Oké, könnyebb. Azok elrondult, mert elnevezett tömeg középpontnak. Jó. Szokták néha súlypontnak is nevezni. De majd meg fogom mutatni, hogy ez néha jól nevezés, néha nem. Tehát is kell még várni. Úgyhogy mondjuk a tömegnek tömegpontjában. Még az angol is megkülönbözheti, de pontyolán sokszor mondják, hogy ez a súlypont. De nem a súlypont. Jó, néha a súlypont, de néha nem. Majd elviszem a kicsit később, de ahogy még kellene új dolgok. Jó, de tehát a rendesnek a tömeg középpont, ne hívjuk súlypont. De mondjuk egy háromszög súlypontját a tanultak az iskolában. Hogy kell kiszámítani? Hát a három sarok koordinátát összerakadjuk, és elosztjuk hárommal. Hát ez ugyanez, mint ez. Persze, úgy kell elképzelni, hogy egyforma tömegeket raknánk a sarokra, akkor ugyanez. Meg is tudják szerkeszteni, hol van. Mondja? Igen. Azért, ha most mondom bele, mert hogy több képet is úgy pont mondtál, statikus, nem dinamikus, vagy pedig... Nem. Több más. Vagy nem. Jó, nem tudom most még elmagyarázni, csak jelentem, hogy de fogunk róla beszélni. Egészen ennél sokkal alapvetőbb a kontinent. Akkor ennek a kiinduló egyenletnek kapunk egy másik formáját, pedig az, hogy van egy pont, aminek minden pillanatban ki tudom számítani a helyét, tehát tudom, hol van az összes többi. Pont. Ugye? Ott van rá a kép. Nem biztos, hogy értem van ott bármilyen tömeg is, abban a pontban. Ugye? De háromszög, összerakok három súlyzóból egy, vagy három tömegből egy. Egy háromszöget, akkor a súlypontja valahol lesz. És miért úgy kell megtelkezteni, ahogy a geometriát szerint megtelkezteni a számomra? Ilyen súlyvonalak. A... Ezt csak tanulták az iskolában. A lényeg tehát, hogy tehát van egy olyan kitüntetett pont, aminek a gyorsulását csak és kizárólag a túlsejtények. Akármit is csinálunk, ezzel a idével, krétával, bent vagy rezegnek a az atomok, tömegközéppontja,
függetlenül attól, hogy ezek mit csinálnak. Hogy volt. Azt csak határozza meg, mert mondjuk a gravitációs erőtérben, hogy dobáltam. Ez egy jó határozat, nem? Tehát most ha 6-23-on egyenletünk van, akkor leszámoztatunk egy olyan egyenletet, vagy nehezen, ugye? Ami nem függ attól, hogy hogyan hatnak az a egymásra a testek, az nem tűnik olyan nagyon előre mutatónak, ugye? Egyenlőre. De nem baj, akkor valami még mást is levezet. Hát ott tudunk még. Hát akkor tudunk még, jó? Akkor visszamegyünk az elejére. Na, itt van az a kiinduló egyenlet, szerintem. Hogy csináljunk ezzel? Csináltunk már ilyet, mert megszorozom előről, vektorral és el. Meg lehet, valamit, de ugye? Leírom. Két mennyiség, amit megjelenik, azt mindjárt el tudjuk nevezni, hogy micsoda. Ugyanúgy, ahogy egy pontot érték kimutattam, hogy ezt ugyanis írhatom föl. Hát úgy is felé, mint az idő szerinti deriváltja az L-i kereszt MIVI-nek. Ugye? Majd ezt elvédem a deriváltat, akkor a deriváltat következtében ennek a tagnak az első derültet V kereszt V. Nem számít a második tömök pont ez. Tehát ehelyett elnevezettem a deriváltjának ilyenik test impulzus momentumának a deriváltjának. Jó? Ezt meg elnevezhetem az ilyenik testre ható külső erő forgató nyomatékának. Jó? És akkor van itt még egy. És most mit csinálok? De még ott van egy ilyen frányata. Jó? Mennyi az? Úgy rávágják? Vagy ez nulla? Úgyhogy nézzük csak meg. Jó? Velem bizonyítják, hogy ez nulla. Meg belőle egy nulla. De aztán már nullát tudjuk tenni. Ja, valahol lehet. Na. Hát akkor kezdjük el, hogy nem van.
játékot elkezdeni játszani, mint az elő. Ugye? Hát persze, a víg meg a ilyen összegedre index fölcserélhetem. Persze. Azért a több mutatállat van időnk befejezni. Na, megkezdem leírni. A milyen adatokat kapok? Azt mondom, hogy szumba irejére azt mondja, hogy az RI keres KIJ ezt a mennyiséget nekünk kell tekinteni. Jó? Akkor most ez persze matematikailag egyenlő irejére RI keres KIJ. Mert fölcseréltem az indexeket a jelenlétben. Most alkalmazom megint a Newton harmadik törvényét. Azt hogy lehet alkalmazni? Hát ezeket itt én megcserélhetem, és akkor ki kell elérteni egy mínusz elemére. Jó? Az tehát egy mínusz. Oké? A szumba irejére RJ keres KIJ. Jó? Akkor kaptuk egy azonosságot, ez a kettő egyenlő egymással. Nem látjuk, hogy nulla, mert ennek nem feltétlenül kell nullának lennie, természetesen, hogy hogy vagy mi van ezzel, mert egy más mennyiség van, ugye? Az előbb ugyanaz a mennyiség volt, ezért tudtuk, hogy nulla. De ettől még ez a kettő egyenlő egymás, ez mit jár? Ha a kettőt összeadom és elosztom kettővel, akkor ugyanannyit kapok. Mint amit akartam. Ez biztos igaz. Jó? Akkor most ezt felírom. Tehát a kiszámolandó mennyiségük irejére RI keres KIJ megszorozom egy kettes szorzóval. Ez egy kicsit bonyolultabban is fel tudom írni, hogy ebből meg ezt hozzám. Jó? De mivel egy közös, ugyanaz az összegedés az kiírom előre. Jó? Egyenlő szumma irejére. Még egy közös pontja van a két tagnak az ijedik ijére, mindegyikben ez a KIJ van. Ugye? Tehát, amikor össze van a megmás, akkor hogy fog kinézni? Hát itt megjelenik az RI minusz RJ keres KIJ. Ugye ez a mínusz erre itt van, ezt figyelembe vettem, és összevontam azt a két tagot. Ott van egy kettes, mert kétszer lejöttem újra. Mit kaptunk? Egyedül semmi más nem kaptunk, csak azt kaptuk kérem szépen, hogy azt a mennyiséget, amit ki szeretnék számítani, egy kettes szorzó elejéig úgy is ki lehet számítani, hogy itt a két test, ami kölcsönhet egymással, a KIJ, illetve KJI erővel, és veszem ezek közötti relatív koordinátát, és ezzel szorzom meg a saját kölcsönhatású erejüket vektoriálisan. Jó? Ez ugyanaz kapom, csak egy kettes. Jó? Ez a Newton harmadik törvénynek a következménye. Se több, se kevesebb. Jó? Magyarul ezt ilyen párolgét lehet elvégezni, látsz? Itt csak a pár vonatkozó fonát veszed be. Akkor most ez miért nulla? Nem nulla, csak véletlenül akkor, hogyha a KIJ az párhuzamos az RIJ. Azt hogy hívják? Az egy fontos eset. Tehát rá is előtt. Jó? Tehát, ha minden erő, belső erő, olyan,
hogy azt a két tömegközéppontot összekötő egyenes irányába esik, akárhogy helyezkedik el, akkor természetesen ekkor ez tagonként nulla, amit itt kapunk. Jó, minden tagja nulla. A fölött összekötő. Tehát kaptuk egy érdekes elmét. Onnan azt a második tagot lehúzhatom, okay, ha a kettő között, a két minden egyes tömegpont között ható erő az tetsz. Lehet, hogy máskor is lehúzhatom. Jó, de nem tudom másképp, nem tudom bele. A centrális erővel hatnak kölcsön, akkor az az összekapcsolódik. Most akkor felmerülhet a kérdés, hogy van-e reális esély, hogy valamit nem centrális erővel hajtanak kölcsön? Hát például van. Megmondom maguknak. Veszünk két pici mágnest. És így állítjuk őket. Nem centrális erővel hajtanak kölcsön. Ki lehet szántani. Mi a pici, a legkisebb mágnes, mi? Szeleton. Meg van mágneses momentuma, így a dolog, mert meg van. Persze felmerül a kérdés, hogy akkor megvan, de ilyenkor, akkor az az erő nulla, vagy nem? Ilyenkor is nulla, ezt külön be kell állni. Jó, általában nem mondhatunk volna triviálisan. Ennek a rendelését, amit csináltam, ha más hely, ha nem centrálisak az erők, akkor külön-külön meg kell vizsgálni. Jó? A másik eset tényleg nulla lesz. És itt azért van, hogy elég könnyű elmagyarázni, hogy ilyen mágnesek úgy is felfogadtak, hogy itt van egy töltés, meg itt van egy mágnesek töltés, így egy mágnesek, meg itt a másik. Külön-külön azok mind centrális erők, és akkor persze az összegük is. Ez könnyű elmagyarázni, hogy miért van. De ha csak ezt így nem gondolunk bele, és itt persze egy elektronnál nincs olyan, hogy most itt van egy mágneses pólus, meg ott van, már nincs. Ugye? De ő még persze kijött ebből az esetben. Na, csak azt akarom mondani tehát, hogy oda jutottuk, és ez egy nagyon fontos dolog, amennyiben az összes erő centrális, belső erő centrális, akkor egy érdekes dolog, amit kaptunk, amit azt mondja, hogy az összimpulzus momentum idő szerinti deriváltja, az a külső erők összforgató nyomatékával egyenlik meg. Jó? Ha netán-tán valaki kitalálja olyan rendszert, hogy nem nagyon van, hogy a belső erők ez a kifejezés összesen nem nulla, nem lesz tagonként nulla, de az összeg attól még lehet nulla, akármit is csinál. Ugye? Az egy másik történet. Mi esetben, ha szerintem egy akkor tagonként nulla. Ugye ez a mágneses dipolrend nem tagonként nem csak hülyesen kiegyen egymást. Na, a lényeg az, hogy a továbbiakban persze csak erre fogunk koncentrálni, hogy ezt ne tudjuk húzni, és akkor azt a fontos eredményt kapjuk, hogy az összimpulzus momentum deriváltja, ez az összimpulzus momentum, tanár, arra itt volna valamelyik tábladat, hogy ne... Melyiket? Valamelyiket, csak hogy ne hangoskodjon az... Jó. Mit nem látnak, ugye? Nem, csak hangot ad ki a fönt a motor, nem hallják? Ja. Stop motor. Ez, ami nem működik, ez leállít, megy a motor. Ja. Most nem azt mondja. Igen. Jó, jó. Igen. Tehát azt kaptuk, hogy az összimpulzus momentum deriváltja az egyenlő a külső erő forgató nyomatékainak az összegével. Jó. Ez szivacs. Ez egy pontrendszer, kérlek számítani az impulzus momentumát, azt kapom, hogy itt hat egy külső erő,
itt van egy külső erő, jó, akkor az impulzív momentumnál kidőzheti a derivátját, ennek a két külső erőnek valamelyik pontra vonatkozó, ügyesen kitámított pontra vonatkozó forradalmától egyedik meg. Jó? Na! Nagyon fontos erre? De ez egy kicsit szerencsétlen. Ez az alap. Mert, hogy nézik az, ezek a tagok? Ez az MI, ez egyenlő szumma, I egyenlő 1-től pedig az RI kereszt FI. Ugye majd az ilyen effekt az mindig a külső erő volt. Ha odébb tudom a koordináta rendszeremet, ugye, akkor ez megváltozik. Ugyanúgy az impulzus momentumban is szerepel ez a mennyiség, hogy R kereszt az impulzus. Adjélek egy másik koordináta rendszerre, ami mozog az egyik a másikhoz képest, és ha el van tolva, akkor minden más. Ugye? Az erő minden inerti rendszerben ugyanannyi. A forgatónyomatéka egy másik irányt érez, mint más. Jó? Tehát ez egy kicsit szerencsétlen. Próbálunk ezen egy kicsit segíteni. Van nekünk egy kitüntetett koordináta rendszerünk, az melyik? Amit a tömeg középponthoz rögzítenénk. Jó? És akkor ezért, tehát ezért ez egyenlő d per dt szumba, MI keret MI VI. És ez egyenlő, ez a mi van megy. Szumma, ami egyenlő, egyből MI keret FI. Jó, és úgy csináljuk, amit azt csináljuk szépen. Hogy van nekem a tömegközéppont, ezt bevezettem, meg annak a deriváltja a tömegközéppont sebesség. És akkor írjuk föl az RI-t, mint az R0, az képes még valami, nem tudom miért, de erre mindig a ρI jelölés szokták használni. Jó? És akkor a VI-t, azt meg úgy tudom felírni, hogy V0-al fogom jelölni a tömegközéppontnak a sebességét, tehát ennek a deriváltját, ez meg ide legyen, hogy meg ρI időszerinti deriváltja. És most valami oknál fogva legyen az ötletünk, hogy ezt írjuk be ebbe a negyedet. Jó? Erre mondja az angol, hogy miért ne írjunk be. Milyen tanul be? Hát ugye, ha azt tudom beírom, akkor itt megjelenik egy olyan tag, hogy micsoda, R0 kereszt MI-szer V0, ez az első. Összegemlítél az íre, de már csak az M-nek van indexe, az M-eket összeadom, az nagy M-nek nevezem. Jó? Az első tag, ami ebből jön, amikor az első két tagot helyettesítem be, ebbe, akkor az nagyon egyszerű, hogy jó fogva a dolog lesz, az M-szer az R0 kereszt V0. Jó? Aztán milyen tagok jönnek? Hát vegyük először azt a tagot, mert mindjárt tudjuk, hogy miért, amikor ezt a második tagot írom fel. Aztán jön a kerete levő tag. Tehát van egy olyan tagom, hogy szumma íre ρI keret MI ρI pont. Oké? És most jön a kettő tagok, amikor egyik ide a R-ból írom be, ide pedig a ρI pontot, majd fordít. Meg, itt lejön a szumba. Mi lesz? A
keret, MI, ró, I, pont. Jó? Meg, M-et odaírom, ahol akarom, azt előre is írhatom, ugye, ebben az összegedében, zuma, íre, MI, ró, I, kereszt, vénú. Jó? És majd mit kapjuk? Először ezt nézzük, mert könnyebben lehet látni. Természetesen úgy tűnik első pillanatra nekünk, hogy az összegedés erre a vektor szorzatra vonat. Jó? De a vektor szorzát azt kiemelhetem a szumba kívülre. Mert minden itt ugyanannyira van megfogadva. Hát ez másrészt egyenlő, ha nézzük egy változás. Érthető módon. Ez még semmi, csak egy trükk volt. Na de, mi van az árnyelvben? Ez a tömegközéponti rendszerben a tömegközéppont koordinátája szorozva az össztömegre. A tömegközéponti rendszerben a tömegközéppont koordinátája az nulla. Ide. Jó. Ez a tudom. Mi van ezzel? Hát ott meg az van kérem szépen, hogy akkor itt ezt az elrullat kiemelhetem az összeállás elé. Ugye vektor szorzás? Hát ez itt egyenlő. Elrull, kereszt, zárójelben szumma, MI, ró, i, pont. Mi van a zárójelben? Hát az a tömegközépponti koordinátorrendszerben a tömegközéppont sebesség. Ugye? Az megindul. Így választottam meg. Ezt a trükköt persze mindig elvégezett, hogy áttérek egy másik koordinátorrendszerbe. És akkor persze ez így jó, amit eddig felírtam. De abban a pillanatban, hogyha ez az elrúd meg a vénul, a tömegközéppontnak a koordinátai élet a sebessége, akkor ez a második tag, két tag, ez eltűnik. Jó? Tehát kettő darab tag jön ki, amit mindjárt úgy csinálja, mint ez a másik tábla. Odáig jutottunk egyenletre, jó? Hogy? Ez mi? Hát
Tehát az impulzus momentuma lenne a pontrendszernek, ugye? Ha az összes pontot hirtelen belegyomnánk a tömegközéppontba. Nem? Ezért úgy nevezik, hogy pálya. Impulzus momentum. Jó? Ezért nem tudod neki nevet. Hát ezekben mi a jó? Akárhogy választod meg a koordinátorrendszereket, ez mindig ugyanolyan díj, mert csak a tömegközéponthoz képest egy relatív koordinátor és sebességet használ. Ezt így dobálhatom, ezt a krétát, de ennek van valami tömegközéppontja, és ahhoz képest egy relatív sebességet és koordinátorokat tartalmaz el, úgyhogy ez mindegy, hogy melyik koordinátorrendben nézik, ez ugyanolyan. Tehát elfogunk mondani, hogy nem, de a két irányokat is lehet. Jó? Ezért a saját impulzus momentumot nevezik. Jó? Csak egy elnevezés. Majdnem kész vagyunk. Most jön a legjobb pofább dolog az egész történetben. Ez pedig az, hogy... Na most akkor kezdjük el még ezt a deriválást? Itt. Hogy kell deriválni? Az egyrészt kell, az R0-nak a pontja, de az V, ugye? 0, akkor az 0, az első tag, meg az R0 kereszt a V0-nak a pontja. Jó? Az mit tudod, az a tömegközéppont gyorsulás. Akkor azt kapjuk, hogy M-szer R0 kereszt, és úgy írom fel, hogy R0 két pont. Ez az első tag. Jó, a másik tag, amikor elmegy vele a kondulát. Meg... Na, D saját impulzus momentumot leriváltja. Az egyenlő. Szóma FI. Meg... Már csak egy dolgot kell észrevenni. Már letöröltük, de az M-R0 két pont, az mennyi volt? A szumma FI. Mindig. Ugye? Még a centrális semmi nem kell hozzá. Tehát, magyarul, ez a két tag. Ugyan? Honnan? Az M-R0 két pont egyenlő szumma FI. Felülvetettem le. Oké? Akkor ebből mi van? Hova jutottunk? Egy jobb hadalomra jutottunk. Az mi? Hogy a saját impulzus momentum idő szerinti deriváltja az egyenlő a külső erők forgatónyomatékának összegével, csak hogy éppen a forgatónyomatékokat a tömegközponthoz képesti relatív koordinátával kell kiszámolni. Jó? Tehát ezért hogy a saját impulzus momentum deriváltja, de leírom, a szumma ilyenjelő 1-től nagy ellik, a ρ i keret fi, persze a centrális erőtér, a költő belső erők, a ilyen forgatónyomaték az kiesett, különben egészen igaz. Nagyon jó pofa egyenlet, mert ha ezt kell kiszámítani, az itt van, csak a tömegközéponthoz képesti koordinátákat és sebességet tartalmazva, ez pedig csak a saját tömegközéponti rendszerhez képesti koordinátával. Ezt mondjuk tették a koordinátorrendszer szükségében. Átmegyek egy másik koordinátorrendszerbe, ettől semmilyen mennyiség nem változik. Akár ha csak el tudom, akár ha hozzá képes legyen egy formányítani kontextus.
mondhatni egy olyan tanárra, hogy mit ezen most tettünk. Tudtuk előre. Mert? Miért tudtuk előre? Hát persze, ha a tömeg átérek egy másik inertia rendelme, akkor az egyenletünk, amit levezettünk, hogy az összimpulzusmoment üdvözlődő egyenlő a külső előforgott nematikának összegével, persze ugyanúgy érvényben lesz. Triviális módon. De a tömegközéppont, az rögzített koordinátarendszer, az nem biztos, hogy inertia rendszer. Miért lenne az? Ha a külső erők összege nem nulla, akkor ő nem inertia rendszer, hanem ő egy gyorsuló koordinátarendszer, és ennek ellenére, ha tetszik, ebben a gyorsuló koordinátarendszerben a saját impulzusmomentum, vagy akkor legyen abban impulzusmomentum, egyenlő a külső erők forgatónyomatékának összegével. Jó? Csak hogyan lehetséges ez? Hát a tehetetlenségi erők nem tudnak forgatónyomatékot. Ugye? Igazából igen. Ha áttérek tömegközép a tömegközép. Tehát egy fontos eredmény, hogy ez a saját impulzus momentum, ez sajátjárosan viselkedik a maga szabályai szerint. Látjuk, hogy igazából véve, ez az, ami tökéletesen független egyenlet mitől, attól, hogy másiktól mit kaptunk, hogy az M-fel R0K pont egyenlő summa Fi. Mert az eredeti egyenlet, amit ott kaptunk az előbb, valahol még, nem látszik, de mindegy, az ebből a kettőből kikombinálható. Visszafele, amit úgy csinálunk. Tűnjön gyakorlásuk. Mind a két oldalhoz. Tehát igazából véve, az látjuk, hogy ez az egyenlet, ez a kontenzerre vonatkozó, teljesen független másik egyenlet, mint ez. Ó, és minden korlán felfelben akarja ezen a korlán felfelben. Na! Nincs idők. Van ma. Akkor persze mi következik még? Holnap azzal kezdjük. Délután. Volt még egy dolog, amit leszámoztattunk egy pont esetében. Az energia. Ezt még itt meg kell beszélni, hogy ezért mi van. Az trükkösebb lesz. De nagyon fontos. De annyit még talán elmondanánk, hogy azért ez a két bekeresztett egyenlet, ha az összetett támad, hogy ezt a kréta mozgását vizsgálja, megkaptam én, hogy eltörjön. Elég. Hiába van rendbe, néhányszor tíz a 23-22-en molekula. Amennyiben azoknak a pontoknak a távolságát nem engedjük megváltozni, akkor ez a két egyenlet elég. Nem kell több. Ott a 10 a 23-dik a molekula, de mégis ez a két kis egyenlet az 6. Az elég lesz. És innen látszik majd az értelme, hogy miért kellett kezdeni a történet. Jó, és én elárulom, hogy a következő fejlődben egy anyag tartalmat hozzáhez fogok vizsgálni, ezt megnyújtom, kiválok annak egy kis részét, az egy pontrendszer. És annak a tömegközéppontjának, meg az impulzusmomentumnak úgy kell viselkedni. Másik darabját vágok ki, annak is így kell viselkedni. Innen fogom kitalálni, hogy mit kell csinálni. Tehát nagyon fontos, azt akartam mondani, nagyon fontos eredmény jutottunk. Ami hátra van, mert nem ma csináljuk, mert nem tudom befejezni egy idő alatt, hogy el is magyaráltam a lényeget, hát az energia viszonylag. Ugye hát úgy kapjuk, ahol nem a törő az egyenlet, ugye azt meg kell szorozni és skalálisan a sebességgel. Azt tagom, dalamnak én meg sem, majd össze fogom adni. Ugyanúgy. Csak akkor megnézzük, hogy miért.
volt, mert trükkös lesz. Oh, itt könnyű helyzetben voltunk, mert kibeszéltem magamat. Nem tudom kibeszélni magamat. Majd, de ez nagyon fontos, üzenet van ennek továbbra is. Innen fogjuk holnap folytatni, és akkor utána ennek a kapott eleményeknek.